A te virág vagy a kertben, én meg kormad az egekben. Este a virágra szállok, hajnalig rajta buszkázok. A következő előadás nem egy megszokott, Ágacsütnek Társasága által szervezett rendezvények közül, ugyanis főleg a legkisebbeknek szól. De azt szerettük volna, hogyha így anyák napja után egy héttel, hogyha a család együtt lehetne, gyerekek, szülők, nagyszülők, és meg együtt tölthetnék a délelőttjüket. Úgyhogy én kívánok mindenkinek nagyon jó szórakozást Fabó Marianna előadásához. Ő fogja előadni a Székely Menyecske és az Ördög előadást. Nagyon sok teltházas előadás van mögötte, és örülök neki, hogy ma délelőtt ilyen sokan eljöttek és kíváncsiak erre a műsorra. Én kívánok mindenkinek nagyon jó szórakozást, és nagyon kellemes vasárnap. Itt arrafele egy nyakas székely menyecske. Különben fiatalabb korában igazán kifogástalan fehér nép volt, hanem azért egy nagy hibát hordozott a fogi között. Itt, a szájának a börtönibe. Meg volt egy olyan éles nyelve, azzal a falut bépángatta. Na figyelj most rám! Igen? Menj el a király kisasszonyhoz! Míg te oda mész! Addig én elfoglalom, mindenkinek odaigérik, csak kitűntjön engem előre űzni. De rajtad kívül, senki nem tud majd belőle kívülni. Mert hogy a volt katonából kiváló uralkodó esvár. No, ilyen szép nagy boldogságban teltek múltak a hetek, hónapok. Ámen. Nem fogják kitalálni, mi történt. Börtön belement a másikra, most többen ezt tudták, de magát hogy hívják? Majának egy óriási tapsot kérünk szépen! Mennyország között, akárcsak mi mindjárt, igaz-e? Ennyi volt!